Kiemelten fontos helyszín a művelődési ház a Baranya vármegyei Görcsönyben. Ez a közösségi szintér elsődleges helyszíne. Minden hétköznap délutáni programok várják az érdeklődőket, ilyen például a jóga, az ijászkodás vagy akár a hastánc. Az épület energetikailag nagyon leromlott állapotban volt, mondta a polgármester Kőszegi Tamás. Energetikailag nagyon korszerűtlen volt, régi és elavult gázkazánnal üzemeltettük az épület fűtését telente, ami éves szinten több millió forint plusz ráfordítást jelentett. A felújításnak köszönhetően az épület üzemeltetése sokkal gazdaságosabb, kedvezőbb. A felújítás során gázkazán cseré történt, radiátor csere, nyílászáró, illetve az épület teljes elektromos ellátását biztosítja egy napelemes rendszer. Esztétikailag megújultak a mellékhelyiségek, a közösségi tér, a padlózat pedig új burkolatot kapott. Az emeleten a klímát is beépítették, és a festés is megtörtént. A községházát is energetikailag korszerűsítik, tette hozzá a polgármester. Az energiaárak emelkedése miatt a kormány és a vármegyei önkormányzatok a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból a lehető legtöbbet energiahatékonyságot javító, megcélzó beruházásokra teszi elérhetővé a közféla számára, mondta Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Tesszük mindezt azért, mert azt szeretnénk, hogy az önkátok kevésbé legyenek kiszolgáltatottak a mindenkori általunk befolyásolni nem képes nemzetközi folyamatokra. Magyarul az a cél, hogy amikor egy-egy településen, polgármesteri hivatalban, közösségi házban, művelődési házban vagy könyvtárban energetikai értelemben korszerűsítés meg tud történni, ez magába foglalja a nyílászárók cseréjét, napelemek telepítését, a fűtési rendszer korszerűsítését, akkor ezáltal a település azt éri el, hogy kevesebbet kell rezsiszámlákra költeni, és kevesebbet, kisebb lesz a kitettsége különböző folyamatoknak, és a helyben meglévő forrásokat azt a településen élőkre lehet valójában fordítani. Ennek jegyében a Baranya vármegyei önkormányzat a területi operatív program plusz pályázati kiírás keretében mintegy 6,8 milliárd forintból támogatta a pályázó önkormányzatok középületeinek energetikai korszerűsítését, fogalmazott a vármegyei elnök. Erre jó példa Görcsöny és Bakonya önkormányzata is, ahol a közösségi ház közel 60-60 millió forintból újulhatott meg. Ez magában foglalta mindkét településen a nyílászároknak a cseréjét, a napelemes rendszer telepítését, a fűtési rendszer korszerűsítését, minden olyan, mondhatjuk azt, hogy minden olyan fejlesztést és korszerűsítést, amely azt eredményezi, hogy kevesebb energiát használjon föl az adott közintézmény, és ezáltal kevesebb kiadása legyen a településnek, több maradjon ott helyben a településen más célra. A korábbi fejlesztési ciklusban közel 6 milliárd forint állt rendelkezésre. A mostani fejlesztési ciklusban, látva azt, hogy az energiakrízis milyen nagy nehézséget jelentett az önkormányzatok számára, jóval nagyobb, közel 7 milliárd forintos fejlesztési forrás állt a települések rendelkezésére, az energetikai korszerűsítést igénylő épületek felújítására, tette hozzá a vármegyei elnök.